Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Hét Mesterlövésze Nagy Pál Szabolcs kollégámmal és barátommal köszöntelek titeket. Én Puzsér Róbert vagyok, a következő két órában pedig spanyol filmekről fogunk beszélgetni, olyan spanyol filmekről, amelyek a legjobbak, a négy legjobb spanyol rendező egy-egy filmjét, egy-egy kiváló filmjét válogattuk, annak érdekében, hogy ennek a rendkívül gazdag kultúrájú és művészetű országnak, amely két pólus mentén rendeződik, a köztársasági eszme és a római, nagyon keményen bigott római katolikus királyság pólusai között, annál is érdekesebb ország, mint hogy a két nagy festő, Picasso, aki spanyolnak született, de katalánnak vallotta magát, valamint Dali, aki katalánnak született, de spanyolnak vallotta magát. Lévén Picasso komcsi volt, Dali pedig hát nagyon burzsóa. Ennél sokkal érdekesebb konstellációt nehéz is elképzelni, ez a Spanyolország egy egészen különleges hely, és ezek a rendezők pedig egészen kiválóak. Én azt gondolom, hogy konszenzus van köztem és Szabolcs között, amikor azt mondjuk, hogy ez a négy legjobb spanyol rendező valaha. Persze, nézzük is őket akkor. Hát az első rendező, akinek a filmjével ismerkedni fogunk a következő fél órában, az Luis Buñuel. Már két Buñuel filmről is beszéltünk ebben a műsorszériában. Egyrészt a Vágy titokzatos tárgya című filmről, ami szerintem a legkiválóbb filmje, a legutolsó filmje, amit már teljesen vakon rendezett, valamint az Öldöklő angyal című filmről, amely maga a nagy, széles körben demonstrált szürrealista film, tehát a legszürrealistább film, ami talán valaha készült. Akkor a burzsóáziáról is beszélnetek kell majd, Robi, muszáj egyszer. Lesz, akár a Szabadság fantomjáról is. Szóval a Napszépe című film, ami egy nagyon-nagyon-nagyon sötét és nagyon-nagyon-nagyon nyomasztó film. Nekem az egyik legnyomasztóbb film, amit talán az életemben láttam. Így a közlésében, nem is elsősorban abban az értelemben nyomasztó, hogy közben az ember annyira rettenetesen lehangolódik, hanem hogy így utána az ember nem nagyon szeretne már élni, vagy így egyáltalán így minden illúzióját elveszíti. Az érdekes a Buñuelben az, hogy ő maga a szürrealista film. Tehát ami a Dali a festészetben, az a Buñuel a filmművészetben. Eleinte a féle öncélú kísérletekkel szórakoztatta magát. Ilyen volt például az Andalúziai kutya, amit a szürrealista film alapvetésének tartanak széles körben. Így van, de itt már nem ezt a tehén szemet félbevágunk borotvával vonalat követi. Igen. Hanem inkább álom és valóság egybefolyatása miatt szürreális. Vagy inkább arról van szó, hogy az életünk tele van szürreális vonatkozásokkal, aminek nem nézünk mögé. És a Buñuel pedig fog egy zseblámpát és bevilágít mögé, és a pofánkba tolja azt, hogy az életünk, a hétköznapjaink, amiket racionálisnak és logikusnak gondolunk, vagy leginkább szeretnénk gondolni, mert ez kölcsönzi számunkra a biztonságérzetet, mert hogyha egy racionális világban élünk, akkor megbelehet az illúziónk arra, hogy uralni tudjuk ezt a világot, a hétköznapjainkat, hogy irányítani tudjuk az életünket, hogy két kemény kezünkben tartjuk az életünk gyeplőjét. De hogy ez mennyire nincsen így, az arra Luis Buñuel időről időre rá tud világítani, hogy az életünk irracionális, sőt szürreális elemekkel van tele, amikkel nincs kapcsolatunk, amihez nincsen befolyásunk, amire nem tudunk hatni, ami megtörténik velünk, és igazából csak nyomozzuk az okát, hogy ki vagyunk téve az életünkben egy csomó olyan vonatkozásnak, amit nem tudunk föltérképezni, és nem is tudjuk érteni, és befolyásolni sem. Engem nem nyomasztott a film, úgyhogy ez is mutatja, hogy Robival nem egyeztettünk az elején. Én inkább játékosnak találtam, Buñuelnek van egy jellegzetes humora, és a szürrealizmusban is ezt a játékosságot viszi bele. Az alaptörténet szerint egy házaspárral van dolgunk, egy kispolgári házaspárral, ahol valahogy nem működik a szexuális élet. Kispolgárinak, maximálisan nagypolgárinak nevezném őket. Sőt, már-már arisztokratának. Középnagy. Hát dúsgazdagok. De közben a férfi meg orvos. Tehát így igazából lehet egy nagy öröksége, de ez a férfi, ez maga a jóság. Maga az önfeláldozás. Ennél a Pierre-nél, aki a mi hősnőnknek, Severinnek a férje, ennél jobbat el se lehetne képzelni. Mitől lesz ez a nő olyan, amilyen? Mitől válik ez a nő olyanná, amilyenné? Ettől a férfitől, tehát hogy ha egy férfi ennyire szeret egy nőt, akkor az a nő azt a nőt megfosztja a lehetőségétől annak, hogy ez a nő ezt viszonozni tudja. A férfi nincs annyira kifejtve a filmben, mert a nőnek az álmaira, vágyaira, főként a szexuális elnyomottságára, illetve kineméltségére fókuszál a film.
Persze van a férfiban is szeretet, de azért alapvetően ez az unalom, ez a nevezzük középpolgári, középnagypolgári unalom jön ki belőle, és különösen az ágy, idézőjelben ágy jeleneteikben látszik, ahol két külön ágyban alszanak, és így meginvitálják egymást teljesen hidegen, hogy ma van kedved, hát csináljuk, mit gondolsz? Emlékszel Henriette-re? Igen, persze. Azt mondják, hogy rendszeresen jár egy olyan házba. Tényleg? Igen, egy találkohelyre. Azt mondják, hogy hetente többször is elmegy. Na hát? Gondolj bele, a kis Henriette. Persze az ilyen távol áll tőled. Nem, csak... El tudod képzelni? Épp olyan, mint te vagy én. És lefekszik akárkivel. Ott nem lehet válogatni azzal, miszal aki jön. Öreg vagy fiatal, ronda vagy nem ronda. Sokszor azzal is, akit szeretünk. Olyan kínos az egész. Borzalmas lehet idegenekkel. Léteznek még ilyen helyek? Elnézést, hogy közbeszólok. Léteznek, de még mennyire? Biztosítom önöket. Na persze, mások, mint a háború előtti kupik. Levették előlük a piros lámpákat. De higgyék el, nekem az ipar tűzik tovább. Vagy egy tucat helyet tudok mutatni, ez a foglalkozás sose hal ki. A 20 év alatt, amióta taxizom, láttam én már sokféle prostit. Le is támadtak vagy kétszer, és bevallom, nem is esett rosszul. Ezt a Severint, akit a csodálatos Catherine Deneuve játszik, ezt rabul ejti a gondolat, hogy sokkal, de sokkal kiszolgáltatottabb lehetne valahol máshol, mint a férje mellett. Megfoszthatnák az önrendelkezésétől, az önmaga fölötti rendelkezésnek a lehetőségétől, a életének, a helyzetének, a szabadságának a kulcsát kicsavarhatná már kemény kézzel egy férfi a kezéből, hogy akkor attól el tudna élvezni. Úgy érzi, hogy igazából túl jó dolga van neki te mellett, a Pierre mellett, ez túlságosan szereti őt is. Ugye így, hogy ennyire szereti, mondjuk a szeretet vagy a ragaszkodás mérték teljes összege az a 100, és hogyha őt 95-nyire szereti ez a Pierre, akkor neki csak 5 jut. Ez így túl sok. Inkább kéne egy tróger rohadék, aki megfogja azt, hogy kisanyám, na majd kapsz tőlem, na akkor el tudna Severin élvezni. Lehet, érzi, hogy ezt nem gondolja ilyen szépen végig, mint Robi. Minden esetre... A zsigereinek, ami ilyen valami ilyesmi húzódhat meg. Igen, jelentkezik prostituáltnak egy előkelő lakásba, ahol már két másik lány is mulattatja a férfiakat. Nagyon-nagyon érdeklődik ez iránt, a dolog iránt, és nagyon-nagyon-nagyon izgatja ez a dolog, hogy mi legyen az ő szexuális életéből, mert hogy ez így egyáltalán nem kielégítő. Mindenkivel tehát egy olyan nőről beszélünk, aki előbb-utóbb mindenkivel lefekszik, kivéve a férjét. Van egy utalás a filmben arra, hogy esetleg Susan ment a bordélyban, ugyanis véres a lepedő az első aktus után. Kérdezhetek tőled valami butaságot? Csak nyugodtan. Mielőtt megismertél, gyakran jártál olyan házban? Milyen házban? Nem túl gyakran. Miért? Miért érdekel? Mert feled kapcsolatos. Azt hittem, bezárták az ilyen házakat. Illegálisan léteznek. El sem tudom képzelni, milyen lehet. Drágám, látod, hogy dolgozom. Kérlek szépen. Hát, az ember bemegy, ott vannak a nők, kiválaszt egyet, együtt tölt vele egy fél órát, és amikor kijön, egész nap nagyon rossz kedvű lesz, és szomorú. Semmen retentum venenum est. Elég volt. Többé ne beszélj erről, kérlek. De hát mi bajod van? Még sosem láttalak ilyennek. Mi történt? Semmi, egy kicsit fáradt vagyok és ideges. Menj, feküdj le. Igazad van. Jó éjszakát. Akarod, hogy veled menjek? Nem. De legyél mellettem, amíg elalszom. Soha nem nősz fel. Azért különleges ez a film, mert a hitványság és romlottság az össze van bútorozva ebben a hősben, Severinben, a jó szándékkal, a szerénységgel, a
a gyöngétséggel, a valamiféle tisztasággal. És ennek a kulcsa, ennek az ellentmondásnak a feloldása az az, hogy ez a nő mennyire beteg. Tehát, hogy itt a betegesség a lényeg. Itt az ő romlottsága nem rosszaságból fakad, hanem elrontottságból. Biztos, hogy vannak ennek előzményei, lehetne pszichoanalizálni a dolgot, hiszen mielőtt a bordélyba belépne az ajtóban, fölvillan benne az első áldozás emléke, ez csodálatos jelenet, amikor még kislányként mutatja a papnak, hogy ő nem akar első áldozni, és nem is fogadja el a szent ostját. Hát lehetséges, hogy a pappal volt valami affér. Valami a gyóntató fülke magányában valami ocsmánság történhetett, de aztán látunk egy másik jelenetet is, ahol valami villanyszerelő forma, vagy valami díjbeszedő, vagy teljes ember, vagy ilyesmi. Csókolgatja és fogdossa a 12 éves kis Severint. Tehát, hogy itt történhettek korábban olyan behatolások Severinbe, az ő személyébe és az ő nemi szervébe egyaránt, amelyeknek a nyomán Severin első szexuális tapasztalata az valami kiszolgáltatottsághoz, valami elnyomottsághoz kapcsolódik. És ez nagyon fontos, hogy az első szexuális tapasztalat az legalább annyira meghatározó, mint az a szexuális alapbeállítottság. Tehát nagyon sok férfiból például nem úgy lesz homoszexuális, hogy az alapbeállítottsága az homoszexuális lenne, vagy férfiakhoz vonzódna, hanem hogy az első szexuális élménye egy férfihez kapcsolódik, úgy élvezett el először, és ezért aztán a későbbiekben mindig ezt keresi. Tehát ehhez tér vissza, ehhez az állapothoz. Tehát az első szexuális élmény az nagyon keményen be tud idegezni. És ez történik Severinnel is. Valami hatalmas nagy erő, ami nagyobb nála, alávetette őt, és abban az érzelmi környezetben élvezett el először. És aztán ez már egy csomagként működik nála, és ezek kellenek egymáshoz. Ezért nem tudsz semmit sem kezdeni Pierre-nek a szerelmével, mert Pierre korrekt vele. Ő partnernek tekinti, ő felnőttnek tekinti, egészséges embernek tekinti, Severinnek pedig arra van szüksége, hogy ő csak egy szafat legyen, egy rongy, amiben beleverik, és utána eldobják. Ne izguljon annyira, érezze itthon magát. Én segítek, ha tudok. Maga üde is kedves. Itt épp ezt szeretik. Tudom jól, hogy az elején egy kicsit nehéz, de kinek nem kell a pénz manapság? A fele az enyém, a fele a magáé. Vannak kiadásaim. Nagyon köszönöm, asszonyom. Most mennem kell. Na, várjon már! Ilyen izgatott. Fogadjunk, hogy még sose dolgozott. Higgyel, nem is olyan rettenetes. Még korán van, a kolléganői nincsenek itt. El fogja hagyni a gombját. Mikor akarja kezdeni? Nem tudom. Ne tan már ma? Igen, lehet. De csak délután érek rá, és 5-kor el kell mennem. El kell, feltétlenül. 2-től 5-ig jó időpont. Csak be kell tartanunk pontosan, hogy ne legyenek kínos perceink. Pontban 5-kor szabad lesz, ígérem. Viszlát, és elnézést. Akkor várom ma délután 2-kor. Ez az a pillanat, amikor megkapja a nevét is, a nap szépe. Franciául ez egy több jelentésű szó, mert az éjjel szépe kifejezés az örömlányokat jelöli. A nap szépe az pedig egy lilium, amelyik mindig csak nappal virágzik, és mint ahogy hallottuk, egy furcsa időpontban vállal prostitúciót Severin, délután 2-től 5-ig. Igen, mert hogy akkor dolgozik a férje, és akkor ő neki kijárása van, és ebben az időszakban veszi magához a szexuális élvezeteket, de mondom, jó, a szexuális élvezeteket olyan módon tudja csak magához venni, amitől egy egészséges nő irtózna, tehát amikor őt használják, és arra figyelnek, hogy neki, tehát egyáltalán nem figyelnek arra, hogy neki jó legyen, neki attól tud jó lenni, és csak attól tud jó lenni. Igazából a Buñuelnek a veszőparipája, ami visszatér a filmművészetében, többek közt a Vágy titokzatos tárgya című filmet is ez a gondolat hatja át, hogy egy férfi igazán soha nem szerezhet meg egy nőt. Megszerezheti a testét és azt az illúziót, hogy az a nő az övé, hogyha nem szereti igazán, mármint azt a nőt, ha viszont igazán szereti, akkor soha nem szerezheti meg, és soha nem élvezheti annak a nőnek a szerelmét igazán. És ez a
ez a beteljesíthetetlenség, aminek egy, ami, ami egy, amit egy, egy valamiféle rejtélyes üvegfal képez. Egy áthatolhatatlan, egy áttetsző és mégis áthatolhatatlan fal. Ez maga a szürrealizmus, maga a szürrealizmus a Buñuelnek, legalábbis annak egy nagyon markáns és nagyon jól körvonalazható közlése. Talán nem tettük elég egyértelművé eddig, hogy ez a történet, amit elmondtunk a bordélyba állásról, ez nem biztos, hogy ténylegesen megtörténik, hanem könnyen lehet, és a vágások erre mutatnak a filmben, hogy azokat csak az álmában képzeli el a nő, és aztán mindig újra és újra visszatér az unalmas és a hideg férje mellé. Azt meg kell jegyezni, hogy aki felirattal nézi a filmet, például angol felirattal, undorító módon a föliratot készítők dőlt betűvel rakják azokat a jeleneteket, ahol szerintük álomjelenetről van szó, jaj, és álombetűvel azokat, jaj, ahol a valóság. Ne. Tehát ilyen értelemben állást foglalnak, és ez különösen a film végén, amit most nem fogunk leszpoilerezni, válik izgalmassá, hiszen... Amikor össze a két látszólagos sík összekeveredik. Igen, és pont az a fontos, hogy most akkor ez álom vagy nem, és ez adja az egész film értelmezését, és szájbarágósan megmutatják nekünk, szerintük. Hozzáfűzném, hogy én nem értek egyet ezzel az értelmezéssel, a legkevésbé sem. Ez nem egy álomsíkon játszódik. Valóban van két síkja a történetnek. Van egy szimbolikus síkja, vagy egy metaforikus síkja, amiről elképzelhető, hogy az Severin szellemi síkján zajlik, vagy az ő gondolataiban zajlik, vágyainak viszképe azokban a jelenetekben, amikor például megkorbácsolja őt a férje, amikor például az ostját nem fogadja el a paptól, amikor például abuzálja őt az a bizonyos díjbeszedő vagy kicsoda gyerekkorában, akkor amikor a férje csodálatos módon meggyógyul egy olyan betegségből, vagy egy olyan állapotból, amiről most nem térünk ki, nehogy véletlenül szétspoilerezzük nektek a filmet, szóval létezik egy másik síkja, de teljesen kizártnak tartom, hogy a Severin sorsa, ez a prostituált sorba való mélyrepülése, ez bármiféle álom lenne. Ez az egész filmnek a koncepcióját és drámáját olyan mértékben sértené, hogy nem nagyon tudom elképzelni, és nem is óhajtom. Veled mi van, napszépe? Duzzogunk? Valami nem tetszik? Meglátod. Nagyon jó lesz tegyünk, kicsiké. Ígérem. Na, gyere! Gyere! Ezzel meg mi van? Majd én beszélek vele. Bánjunk vele finoman. Ez az első alkalom. Komolyan! Ne vicceljen! Komolyan! Mégis minek nézi az embert ez a liba? Ugyan még új lány? Rendben van. Én megértem, hogy nem könnyű. Veszi, Adolf egy egyszerű ember, de ne sértse meg. Tegye azt, amit kér, más vágya nincs is. El akarok menni, engedjen. Mi? Mond, meddig akarsz te még itt affektálni? Mit képzelsz? Nyomás! Már is megyek. Megyek. Hagyjatok kettesben vele. Úgy látom, veled ilyen keményen kell bánni. Na, menj! Visszajöttél. Zárd be az ajtót. Gyere. Látod, elküldtem a többieket. Itt sokkal meghittebb. Ajjam, tényleg igaz, hogy ez az első? De nagyon vigyázz, ismerem a trükköket. Jó orrom van, nem lehet átverni, megjegyzem, ha igaz is. Ezzel nincs mit szégyelni. De létezik, hogy a te korodban még szűz lennél. Na, de mindjárt kiderül. Mi van? Tényleg félsz ennyire? Vagy nem tetszem neked? Pedig nem árt, ha hozzászoksz, csibém. Csibém. Na, gyere! Azt már nem. Nem fogsz így lelépni. Mégis mit képzelsz, mond? Minek nézel te engem, te cafat? Fölizgatsz, aztán meg faképnél hagysz? Egy kis nyafogás még hagyján, de ez már több a soknál. Na, jól van. Ezt rád szeretem. Értem. Te kemény bánásmódot kedveled.
valahol Severin a quintessenciája a nőnek. Valami a nőségéből, a nőségének a magvából eluralkodott Severinben, amennyire már az már nyilván viszonyogtató és visszataszító, de hát tudjuk, hogy a nők azok miért vonzódnak a férfiakhoz úgy igazán. Azért, mert a férfi az erős, az hatalmas, valamiféle ősmajom, vagy valami ilyesmi, és uralkodni vágyik rajta. Persze ennek egy egészséges nő esetében megvannak az egészséges keretei. Severin esetében ennek nincsenek keretei. De mégis a magva, az eszenciája ennek a nőségnek valamiféle kiszolgáltatottság, és erre volt a Buñuel nagyon rágyógyulva, hogy igen, egy nőnek igazán akkor jó, amikor átgázol rajta valami, aminek nem tud ellenállni, és akkor már nem is akar. Egy beszélgetésben azt mondta Buñuel, hogy ő maga sem tudja, hogy mit jelent a film vége. Ez egy érdekes nyilatkozat. Alapvetően két változat elképzelhető, vagy rátalál a nemiségre ezen álmodozások, vágyak nyomán, és benne önmagára, és akkor ezáltal a házasságuk is rendbe jön, a nemi élet része is, vagy pedig megnyomorítja a férjét és a házasságokat ezekkel a beteges, mazohista képzelgésekkel. Hát szerintem megnyomorítja, és ez nem kell a elképzelni a további történetét a cselekménynek, hanem ez már magában a filmben megvalósul. Már csak annyit hadd említsek meg a filmmel kapcsolatban, hogy az ajánlás palettáját még bővítsem egy kisé. Martin Scorsese Amerikában kiadott egy DVD sorozatot azokból a filmekből, amelyek őre a legnagyobb hatással voltak. Valami 15 olyan DVD, aminek a nyomán Martin Scorsese akkora rendező lett, amekkora. Hát a világ legnagyobb rendezője, mondjuk úgy csak úgy szolidan, azt hiszem, hogy Scorsese-vel kapcsolatban ezt nem túlzás kijelenteni. És hát a kedvenc filmjei, amelyek olyan nagy hatással voltak rá, hogy aztán azt a filmművészetet ihlették, amivel ő megörvendeztette az emberiséget, ez sem túlzás talán így kijelenteni. És ebben a sorozatban jelent meg a Nap szépe, Martin Scorsese Presents Luis Buñuel's Masterpiece Beldezsúr. Van két kis adatom szintén a film utóéletével. Az egyik, hogy a film iránti tiszteletet jelzi, hogy elkészült a felnőtt film változata is, Tara Patrickkel a főszerepben, de ezt mi nem láttuk Robival, mert milyen filmeket nem nézünk. Pornó változata? Így van, igen. Ezen kívül 2006-ban ez talán azért érdekesen. Azért a címét mondjuk el a filmnek, ha tudjuk. Az valami ilyesmi. A Nap szépe. A Nap szépe, vagy pontosan nem tudom. 2006-ban viszont Manuel de Oliveira leforgatta a 40 év múlva változatát, ahol szintén Michel Piccoli játszik, aki ugye a legjobb barátja a férjnek, de ott már nem látjuk viszont Catherine Deneuve-t, hanem egy más hölgy játsza Severint, és 40 év múlva próbálják értelmezni, tovább gondolni, hogy miről is szól ez. Kedves hallgatók, ez a Rádió Cafén a hét mesterlövésze, Nagy Pál Szabolcs kollégámmal a stúdióban, én Puzsér Robert vagyok, 0629986998. Az SMS számunk, ezen írhattok nekünk, és szólhattok hozzá azokhoz a filmekhez, amelyek a legkiválóbb spanyol filmek, a legkiválóbb spanyol rendezők alkotásai, amelyek közül az első a Nap szépe című Buñuel film. Hogyha olvastátok a Vörös Sándornak a Teljesség felé című könyvét, és abban a kötetben a Férfi és nő című kis szösszenetet, az egyik darabja ennek a kötetnek, akkor ott arról ír a Vörös Sándor, hogy a férfi az egy kemény mag, a nő mindig csupa vonatkozás. A férfi az akcióban van, a nő elszenvedője ennek. És a nő ebben érzi magát elemében. A nő az valamihez képest tudja magát meghatározni, a férfi pedig önmagában. És ennek a női szerepnek, a nő lényegének az elviselhetetlenségig feszítése, a szélsőségekig hajtása, az a Buñuelnek a nagy tudománya. És nem is itt a Nap szépe című filmben, hanem elsősorban a Vágy titokzatos tárgyában teszi ezt, még következetesebben, és még az elviselhetetlenségig szélsőséges módon. Ez a nő, ez tényleg csupa vonatkozás. Önmagában nincs, önmagában semmi, és minél inkább vonatkozásba kerül, ha valaki partnernek tekinti, abban a helyzetben elveszett. Abban a helyzetben nem tud cselekedni, nem tud magával mit kezdeni. Mivel, hogy ő maga értéktelennek érzi magát, csak is kizárólag akkor tudja akkor tud elélvezni, akkor tudja elengedni magát, hogyha talál valakit, aki
pontosan ezt látja benne. Olyannak látja őt, amilyen ő valójában, a saját szemében. Ő egy gyönyörű nő, és hogyha ő előtte, hogyha ez a látszat megtéveszt egy férfit, és esdekel előtte, akkor ez a nő, ez képtelen arra, hogy feloldódjon, úgy érzi, hogy nem is ő hozzá viszonyulnak. De hogyha valaki a kapcájának tekinti, akkor végre azt érzi, hogy na hát, most meglátta az igazi lényemet, hiszen én nem becsülöm magamat semmire, én nem tartom magamat semmire, végre találtam valakit, aki igazán ismer, aki igazán tudja, hogy ki vagyok, és milyen vagyok én, és akkor aztán jöhetnek az orgazmusok. Elég nyomasztó, elég rettenetes. Nem csoda, hogy az embernek elég elmegy a kedve a csajozástól egy ilyen filmet megnéz, bevallom. Én nem általánosítottam ennyire, mint Robi, bár örömmel hallgatom, amit mondasz. Szerintem itt ennek a sajátos nőnek a sajátos problémáiról van szó, más nőnek meg mások a gondjai és örömei. Én szerintem ez azért ennél általánosabb, vagy hogy fogalmazok, ennél szimbolikusabb, de hát mindenki győződjön meg erről a saját két szemével és két fülével. A kiváló lehetőség, hogy megtekintsétek a Napszépe című Louis Buñuel filmet, amely szerintem egy 9-es a 10-es skálán. Így van, van benne Márki de Szád, Márki de Mazó, izgalmas. És annyira vicces, és olyan humor, és olyan poénok, és közben tele van rakva azokkal az eredeti, tőről metszett, szürrealista gegekkel, amik szintén az élet kifürkészhetetlenségéhez és abszurditásához tartoznak, és arra reflektálnak, és legközelebb talán a Monty Pythonhoz állnak. Azt mondhatom. Így van. Emiatt az elején említetted a borzalmadat, ez a humor, Monty Pythonos humor, ez sokat enyhít, igen, rajta azért. Oldja a dolgot. Szóval a Napszép egy csodálatos film. Louis Buñuel és Catherine Deneuve, ebből csak valami fantasztikus ülhet ki, és garantáljuk nektek, hogy az is fog, ha megtekintitek. És hát térjünk is át a másik egészen kiváló, egészen kivételes spanyol filmrendezőre, Alejandro Amenábarra, akinek olyan mestermunkák hagyták már el a kezét, csak hogy két tízes, ismétlem, tízes filmet említsek, mint például a Belső tenger, amely az egyik, nem is az egyik, a leghatalmasabb és legszívszorítóbb eutanázia dráma, amit valaha életemben láttam. Vagy például a Más világ, amely pedig a legkiválóbb kísértett história, amit az életemben láttam. És ezek most nem aféle frázisok, vagy hízelkedő túlzások, hanem maga a konkrét tapasztalati tény. Legalábbis az én élményvilágomban ezek a filmek így élnek. Úgyhogy Alejandro Amenábar, megmondom, hogy én nekem személy szerint a kedvenc spanyol rendezőm mostanra, és arról a filmjéről fogunk beszélni, ami az ő számára a siker útját megnyitott, tehát az első igazi nagy sikerfilmjéről, ez a Nyisd ki a szemed című film, amelynek egy remake-je is készült az Egyesült Államokban, Vanília égbolt címmel. Bevallom, hogy én a Vanília égbolt című filmet előbb láttam, mint ezt, és azt éreztem, hogy ez egy nagyon-nagyon jó ötlet, és lehetett volna tán csinálni belőle egy jó filmet is, de én nem tudtam, hogy ennek létezik egy eredetie. Aztán hallottam, hogy van egy eredetie, és mondtam, hogy na jó, hagyjuk, már a remake se tetszett, az eredetileg biztos valami, jaj, valami halálosan gagyi európai művészkedés. Ehhez képest az eredeti film, tehát a Nyisd ki a szemed című film minden elemében kiválóbb, mint a hollywoodi feldolgozás. Tehát abban, amiben még azt várnánk, hogy a hollywoodi esetleg rá tud rakni technikai megoldások, vagy az autós jelenet, van egy nagy autóbaleset a filmben, mondjuk az autóbaleset jobban van megcsinálva, vagy a kameramozgás, vagy a komputer animáció, abban sikerült dobni, de nem. Tehát mindenben hitványabb a feldolgozás, minden vonatkozásban, a maszkmester is rosszabb, csak hogy egy példát mondja. Igen, a történet szerint, amikor Tom Cruise látta a Nyisd ki a szemedet, akkor még pörögtek, még ment a moziban a film, amikor ő már elhatározta, hogy hívja a producerét, hogy stoppolja le a copyright jogokat. Kicsit más a véleményem erről, szerintem a Vanília égbolt is egy nagyon kerek kis film, hibátlan, olyan értelemben, hogy gyakorlatilag jelenetről jelenetre leforgatta a Nyisd ki a szemedet még egyszer a rendező, és ilyen értelemben pedig teljesen értelmetlen. Hát minek leforgatni még egyszer? És ráadásul még azt a perverziót is elkövették, hogy a Penelope Cruz-t, az eredeti film főszereplőjét kérték fel ugyanarra a szerepre,
És a... Igen, a Penelope Cruz Sophie-t játsza az eredetiben és a remake-ben egyaránt ugyanazt a szerepet játsza, csak mivel hogy túl jól tud spanyolul, úgy gondolták, hogy akkor játsza inkább angolul, mivel hogy olyan nyelven nem tud olyan jól, tehát azért legyen rosszabb a remake-ben a Penelope Cruz lehetőleg, ha már az eredetiben olyan jó volt. Ja, és emellett pedig azt a perverziót is elkövették, hogy frufrut vágtak a Penelope Cruz-ra, tehát a gyönyörű, szépen omló haját azt frufrura vágták, hát szerintem az eredeti sokkal, de sokkal jobban állt. Semmit nem ad hozzá vanília égbolt. A cím egyébként nagyon tetszik nekem, vanília égbolt. A filmhez nincs köze. Általában a rendező már az előző filmjének is ezt a címet akart adni, de végül ennek a filmnek adta ezt a címet. Egyébként a rendező egy teljesen más filmnek már meg akar, már a vanília égbolt címet. Igen, igen. Adni. Hát mi köze vanília égboltnak ehhez a történethez? Semmi. Hát láthatóan semmihez semmi köze, tekintett, hogy egy másik filmnek is oda lehetett volna adni ezt a címet. Igen. Ja, na jó, de ez egy zseniális cím. Hát ez jó cím, az nyál összefut a szánkban. Tényleg a gombhoz kell a kabátot varni? Ez a jó kérdés. Egyébként van egy izraeli földolgozása is 2003-as gyors szemmozgás címmel. Szerencsére ott már nem Penelope Cruz játsza a Sophia szerepét. Az R.E.M. egyébként az gyors szemmozgás. Igen, így van. Rapid Eye Movement. Cesar, kérlek mutasd meg az arcod. Erre miért van szükség? Figyelj. Igaz, hogy baleseted volt. Igaz, hogy torz lett az arcod, de már a teljesen felépültél. Ezt vedd le és nézd a tükörben. Az orvosok rendbe szedték az arcodat. Az orvosoknak fingjuk sincs erről. Nos, nem csak a bőrödet és az izomzat egy részét vesztetted el. A fejed olyan erősítést kapott, hogy az arcsont gyakorlatilag szilánkokra hullott. Ezért a csontdarabokat fémmel helyettesítettük és kapcsoltuk össze. És azon a felületen visszaültettük a maradékát és a még használható izomzatot. Ez mind nagyon szép. Kívülről fújom. 1350-szer hallottam már. Arról beszéljenek, hogy mikor műtenek meg. Több mint 2 hónapja várok. De már megoperáltunk. Én ezt nem nevezném operációnak. Inkább azt mondanám... Szóval, már azt sem tudom, mit mondanék. Nézd, noha nem tökéletes a szimetria. Meg kell értened, hogy a csodával volt határos, amit sikerült az arcoddal végezvinnünk. Nem tudunk egy agyonoperált bőrrel dolgozni. Ne. Biztos, hogy van valamilyen megoldás. Milyen? Milyen? Maguk az orvosok, nem? Transplantáció, mit tudom én? Egyfajta rostos elfajulással, fibriózissal állunk szemben. Ha műtünk, előfordulhat, hogy újabb sérüléseket okozunk. 10 milliméteres pontosságra lenne szükség, és ez manapság lehetetlen. Na lássuk, én sem vagyok hülye. Manapság az emberek le is felteszik a mellüket. Beültetik a hajukat. Arcot és bőrszínt cserélnek. És azt állítják, hogy a 20. század végén beletörik a bicskájuk egy műtétbe, és nem tudják helyrehozni ezt a kibaszást! Nem olyan egyszerű, Cesar, vedd figyelem! Ne tegezd, baszd meg! Ne kezeljenek úgy, mint egy hülyét! Nem 20-rangú beteg vagyok! Ez meg nem a társadalom biztosító! Hajlandó vagyok bármennyit fizetni. Maga itt a főnök, nem? Azt mondják, maga a legjobb a szakmában. Akkor találjon ki valamit, kísérletezzen velem! Ismertem olyat, aki az összes vonását elvesztette. Aki beszélni se tud. Maga legalább tükörbe tud nézni. Mihez kezdjek vele? Ahányszor meglátom magam, legszívesebben meghalnék. A helyzete nem olyan súlyos. Meg kell tanulnia elfogadni magát. És engem ki fogad el? Az utcán mindenkinek megmagyarázza, aki csúnyán néz rám? Azt mondja majd, hogy a külső nem is olyan fontos, hogy a szépség a lélekben rejtőzik? Mutatnék magának valamit. Mi ez? Arcprotézis. Olyan szélsőséges esetekben alkalmazzuk, mint a magáé. Ez egy nagy fos. Nem a legjobb megoldás. De egyelőre ez az egyetlen, amit tehetünk. Én arcot akarok! Nem egy állarcot! Nem vagyunk varázslók. Hát ezt mondta az a barom. De a végén megcsinálták. Mit? A varázslatot. Úgy tűnik. Úgy tűnik? A dolgok vannak, vagy nincsenek? Megcsinálták, vagy sem? Nagyon fáradt vagyok. Menj már haza! Hát bizony rettenetes tragédia az, ami történt Cesarral, a mi főhősünkkel, akit a nagyszerű Eduardo Noriega játszik. Rettenetes balesetet szenvedett. Épp a boldogság kapujában elbukott. Többek közt a saját döntésének következményeképpen, mert hogy már a boldogság
Irmagvának a birtokában is már elcsábult, és ennek súlyos következménye lett, mert a szeretője öngyilkos lett, ugyanabban az autóban, amelyben ő ült, az arca az pedig dirib darabjaira tört, és hát az élete is megtört ezáltal. Ez a srác, ez húsgazdag volt, egy szellemes dzsigoló, akiért bomlottak a nők, és aki hetente, sőt, hát nyilván két naponta legkülönbözőbb nőket hurcolta az ágyába. Aztán innentől kezdve ez a jó széria, hát ez megtörik. És nem kíváncsi rá igazán senki se, elsősorban azért, mert rossz ránézni, tehát rossz belenézni az arcába, és ez az egyik legzsigeribb szorongás és nyomasztás, és ami mindenki arról beszél, hogy persze a személyiség a fontos, meg a belső szépség, de ezek csak ócska frázisok, mert ha valaki torz, úgy igazán, mint az elefántember, na hát pontosan erről szól a David Lynchnek a filmje is. Igen. Ott valami nagyon zsigeri, ott valami nagyon-nagyon mély, generációk millióira visszavezethető ős genetikus szorongás az, ami eltölt minket, és ezt nem fogjuk tudni fölírni a féle kultúrmázzal, vagy bármilyen intellektuális okoskodással, vagy erkölcsösködéssel, vagy a megjátszásával annak, hogy olyanok vagyunk, mint az eszményeink. Nem tudunk olyanok lenni, mint az ideális ember, aki nem foglalkozik a külsővel. És Sophia az ő szerelme, vagy az a kezdődő kapcsolata sem tud olyan lenni. És pontosan az történik, ami történne a valóságban, hát senki se akar egy szörny szülöttel egy ágyba bújni, meg egyáltalán együtt mutatkozni sem igazán. Persze megteszi a kötelező gesztusokat, de nem vállalja, nem tudja fölvállalni őt. És aztán érdekes módon egyik napról a másikra történik egy csodálatos fordulat a cselekményben. És minden egy csapásra megoldódik. Sophia elkezdi szeretni ezt a szörnyeteget, majd a szörnyeteg egy különleges orvosi eljárás révén visszanyeri az arcát. Azt hiszem, hogy tenyésztenek neki egy új arcot, amit aztán fölhúznak a fejére. És minthogyha csak minden megoldódna. De aztán ez a csodás álom... Lendület megtöri. Igen, egy hirtelen... És újra torz az arca. Rémálommá változik, amikor újra torz lesz az arca, és a nője nincsen sehol, viszont azt a nőt találja a barátnőjének a helyén, aki öngyilkos lett, és az ő súlyos balesetét okozta. És akkor aztán úgy tűnik, hogy ez a mi hősünk megőrült, vagy valami rettenetes dolog történik vele, és már elkezd szorongani a néző is, hogy ebből a katyvaszból hogy lesz értelmes végkifejlet. Vagy ebből a hülyeségből, ami most össze-vissza kavarodik a szemünk láttára, hogy fog valami értelmes, valami konzisztens következmény kisülni. De hát Philip K. Dick, aki egyes bizonyos dokumentációk szerint az írója, mások szerint az ihletője ennek a történetnek, az garancia arra, hogy az álom, a valóság, a képzelet és a realitás szálai azok úgy bogozódnak össze, hogy abból nem csak számos megfejtés, de külön-külön számos értelmes, autonóm és egymástól független megfejtés is ki tud jönni. Jó estét! Jó estét! Hol volt a múlt éjjel? Hát otthon, de ezt már elmondtam egyszer. Otthon? És kivel? Egy lánnyal. Azzal, akivel egy perce beszélt? Nem, az egy másik. Én Sophiával voltam. De hát azt mondja, hogy ő Sophia. Na, hogy ezt mondja, de hazudik. Akkor ki ez? Hát, Nuria. Nuria? Milyen Nuria? Nem tudom. Nem mondta a vezeték nevét. Szóval, ön otthon tartózkodott egy Sophia nevezetű lányjal. De hirtelen... Kimentem, visszamentem, és ez ott volt, ott Sophia helyett. Hol van most Sophia? Kérdezze Nuriától, ő tesz úgy, mintha ő lenne. Jó. Nem tudja a vezeték nevét? Hát mi van már most? Kinek hisz? Nekem vagy neki? Csak azt tudom mondani önnek, hogy a lány papírjai abszolút rendben vannak, úgyhogy el fogjuk engedni. De hogy engedhetik el? És biztosítom önt, uram, hogy Sophia a neve. Sophia Cueto lakik a Kíros utca 2 alatt, 2-es lakás balra. Mit nem? Vagyis lehet, de ez nem az a lány. Ismétlem, én ismerem az igazi Sophiát. Én pedig ismét megkérem, mondja el, hol van. Mert hivatalosan az a lány, akiről ön beszél, csak az ön képzeletében él. Nem hiszem el, hogy ez történik. Még valami. Mintha a lányon verésnyomok lennének. A lakásomban volt, és a barátnőmnek adta ki magát. Általam érthetetlen okból nem akar feljelentést tenni.
Csezd meg, öreg! A végén még ő az áldozat. Mondja? Maga drogfogyasztó? Atyám! Ön nemrég még pszichiátriai gyógykezelés alatt. Mert egy balesetben, amit ő okozott, összeroncsolódott az arcom. Amennyire én látom, egy pattanás sincs. Mert... rajta. Nem számít. Nincs több mondani valóm. Fiam, azt tanácsolom, látogasson meg egy pszichiátert. Mi az, te teljesen hülye vagy? Mi a ez? Mi van? Ha szivatni akarod, azt lehet máshogy is, de nem mert ezt a f***t játszani a kurva anyádat! Ne nyújj még egyszer Szofiához, hallottad? Ez nem Szofia Pelájó, ez Nuria! Nuria, meghalt! Nyugi, vagy mind a ketten egy cellába töltik az éjszakát, világos? Ne szólj hozzám többet a kibaszott életben! Figyelj, bármit is mondtak neked a zsaruk, esküszöm, hogy Nuria él! Nem a zsaruk mondták, hanem Szofia! Állj meg! Telefonon beszélt veled, ugye? Eresz! Ez nem Szofia Pelájó. Utánozza a hangját, az igazolványa is nála van, és a lakásában lakik. Nem telefonon beszéltem vele, te barom. Most vittem haza. Ez a lány volt az. Helyes kép, nem? Még mindig azt mondod, hogy ez nem Szofia. De most ez... most te szivatsz engem, vagy mi van? Neked gáz van a fejedben, öregem. Azt mondod, őrült vagyok? Azt mondod, őrült vagyok! Ti vagytok az őrültek! Engedj. Mind megőrültetek, érted? Hagyja, bajrasz már el! Úristen, mi történik? Az üzlettársaim voltak, ugye? Lefizettek, és ez egy kibaszott összeesküvés! Nézd meg magad! A baleset óta nem vagy normális ember. A jó anyádat! Mit mondasz? Azt mondod, hogy ezután a lány után futottál azon az éjjelen, te barom! Hogy ez álmaid nője? Igen! És te elloptad őt. Menj pszichiáterhez! Annyit segítünk, kedves hallgatók, hogy Cézárnak egyáltalán nem ment el az esze. Cézár nem őrült. Tehát ez túl egyszerű és túl primitív film lenne ahhoz, hogy mi ajánljuk, hogyha ennek a helyzetnek az lenne a feloldás, hogy hát semmiatt megőrült ez a Cézár. Nem. Cézárnak a szellemi képességeivel, vagy hogy fogalmazzak, a mentális kondíciójával alapvetően semmi baj nincsen. De valami nagyon-nagyon félrecsúszott az életében valahol. Vajon mi vonzott a Tom Cruise-t ehhez a filmhez? Valószínű, hogy a szcientológus tanokkal való érdekes párhuzam, amit most nem fogjuk szídni a szcientológusokat, mert különben eleve nem megeszik majd Robit, a műsorszerkesztőjét. Minden esetre például az, hogy a pszichológusokkal szemben erős fenntartások fogalmazódnak meg a filmben, akár addig is szemben. Így van, akár addig is elmen, vagy talán nem is léteznek. De ott van ez a kriogén fagyasztásnak a gondolata, ami a film vége fele tűnik föl, tehát hogy az ember halála után egy órán belül, ha lefagyasztják, akkor esetleg később újraéleszthető, vagy pedig az agymosásnak a gondolata, illetve az, hogy mindannyian maszkot viselünk, amit érdemes levennünk, és hogy ez a levétel mozzanata, ez összefüggő önmagunk fölfedezésével. A órákon át tartó elemzések kezdődhetnek, érdemes a barátunkkal megnézni, barátunkkal megnézni ezt a filmet, arról, hogy mit is jelent a vége, hiszen a film úgy végződik, ahogy kezdődik, a film címének az ismételgetésével, és ebből számos értelmezési lehetőség adódhatik, anélkül, hogy most mindegyiket kifejtenénk, rövid spoilerként, lehet, hogy fagyasztással állunk szemben, lehet, hogy az egészet álmodja, lehet, hogy kómában van, lehet, hogy egy regénynek a formálódását követjük nyomon, vagy pedig ez, ami történik előttünk másfél órában, ez maga a pokol. Meg ne ijedjetek, kedves hallgatók, egészen biztos vagyok abban, hogy ennek a filmnek egy reális és valóban helytálló értelmezése van, az, amit a film cselekménye, illetve a film végén elhangzó narráció, amit nem egy narrátor ad elő, hanem egy olyan karakter, aki a film végén jelenik meg, és helyeződik be a cselekménybe, az közöl. Én azt gondolom, hogy egyértelművé válik a filmnek. Miért hinnénk annak a sátáni figurának, Robi? Aki, mint Jézust, ugye fölvitt a sátán a toronyba, itt is mondja a főhősnek, hogy vesd le magad, és akkor minden rendben lesz. De attól, hogy ez a figura sátáni, attól a mi hősünknek a sorsa
még a realitása még lehet az, amit ő mond. Tehát attól az még lehet helytálló. Vagy nem. De nézd, vagy pedig a Maja fátyol téveszt meg minket, és az angyalinak tűnő karakter, a pszichológus, az valójában csak egy, vagy ilyen törvényszéki pszichiáter inkább. Igen. Az valójában csak egy halucináció, egy vízió, egy álom, és az a úgynevezett sátáni figura, az pedig kívülről lép be a rendszerbe, ugyanúgy, mint az Emlékmás című filmben van egy ugyanilyen karakter, aki kívülről lép be a rendszerbe, és akarja megváltani, mégpedig pont a halál által felébreszteni, ugye ha meghalunk álmunkban, fölébredünk a valóságban, a hőst. Nem véletlen a párhuzam az Emlékmás című filmmel, a Nyisd ki a szemed című filmnek, szintén a Philip K. Dick az ihletője, ez egy igazi Philip K. Dick szellemében készült film, a szó legigazibb értelmében. Én azt gondolom, hogy értelmiségiek azért értelmiségiek, hogy rögtön 6 különböző értelmezést találjanak a történetnek. Ennek a történetnek van egy eléggé kézenfekvő, eléggé egyértelmű, én úgy gondolom, eléggé egyértelmű értelmezése, és én ahhoz tartanám magam, de ezt a világ minden kincsért nem osztanám meg veletek. Nyissátok ki a szemeteket, és meglátjátok. Nyisd ki a szemed című film szerintem sokkalta, de sokkalta jobban szól az álom és valóság kapcsolatáról, az álom természetéről, és az álom világának a tudatalatti által átmosott ennek a szférának a defektusairól és veszélyeiről és démonjairól, mint az Inception. 100-szor jobban szól róla, mint az Inception. Tehát, ha szerettétek az Inception-t, sokkal jobban fog nektek tetszeni, már ha jó ízlésű gyerekek vagytok, de hát hogy ne lennétek azok, hiszen rendszeresen hallgatjátok ezt a műsort, itt a 98.6-os frekvencián, tehát a Nyisd ki a szemed című filmet ajánljuk, eltérően a Vanília égbolt című remake-től kerüljük a Tom Cruise által sújtott övezeteket, ilyenek például a filmszínházak, és koncentráljuk Alejandro Amenábarnak a gyöngy szemére, Philip K. Dick tollából a Nyisd ki a szemed című filmre, amely mindannyiotoknak csak a legnagyobb-nagyobb lelkesedéssel és a legnagyobb büszkeséggel ajánlható film, hogyha osztályoznom kéne ezt a filmet, akkor én egy 9-est adnék erre a filmre is. Stabil 8,5, így van. 0629-986-986 az SMS számunk, írjatok nekünk, kedves hallgatók. Kaptunk néhány SMS-t. A Bajusz című film is tök jó, írja smiley-zva a kedves hallgató. Szerintem nem, én láttam a Bajusz című filmet, szerintem nem tök jó, sőt, nem szerettem azt a filmet. Te láttad? Nem, nem láttam. Kevés olyan film van, amit Szabolcs nem látott, és ilyenkor mindig húzom ki magam. ennek a remake-je a Vanilla Sky, vagy Vanilla Sky, vagy mi? Az, na, igen, az pontosan. Van köze a címhez, mert amikor Tom Cruise álmodik, akkor vanília színű az égbolt, máskor pedig kék, mert ő így kérte egy festmény miatt. Írja nekünk a Fater. Aha, köszi, ez jó. A Vanilla Sky tényleg rossz, egyedül a szemed gyönyörködtető Penelope Cruz és a 250 GTO Ferrari tetszett benne, írja a hallgató. Mert a vanília színű, az kérdőjeles, hát a vanília az barna színű. Nem, a vanília... Igen, ugye vanília fagyi, ilyenkor mindenki minden a vanília fagyira, meg a vanília sékre, meg ilyenekre gondol, de nem, hát maga van, igen, maga a vanília az valóban barna színű. A film az nagyon-nagyon komplex. Rengeteg értelmezése lehetséges, és igaz, hogy vannak autonóm értelmezései. Én nagyon rágyógyultam a science fiction értelmezésre, de van egy mély pszichológiai értelmezés. Igen, de ez ne riasszon el titeket. Hát éppen az kijöttök a moziból, és sör, kávé, ízlés szerint mehet a vitatkozás. Azt értsétek meg, kedves hallgatók, hogy ezek az értelmezések, ezek nem zavarják össze a fejeteket, hanem egy kibomlik, egy gyönyörű paletta. Egy színpompás paletta. Ez a jó kifejezés. És annyira, akkora élmény, mondom, a 9-est, a 10-es skálán nem osztogatjuk olyan könnyű kézzel. Ezt a filmet tényleg érdemes megnézni. Ez a film, a Nyisd ki a szemed című spanyol film. Minden elképzelhető vonatkozásban sokkal jobb film, mint a Vanília égbolt. Magán az IMDb-n is valami, mit tudom, majdnem két teljes helyi értékkel, tehát két teljes ponttal jobb, ami hát ezek nagyságrendek. Még az amerikaiak is így gondolták. Hát igen, a legnagyobb részvételű szavazás a világon. Bár hát az egész világ egy nagy Amerika, mint azt tudjuk, de hát és folytassuk egy olyan filmrendezővel, akiről azt mondhatjuk, hogy ő a spanyol filmnek a
egyik legsikeresebb, vagy az egyik legfelkapottabb rendezője, Pedro Almodóvár, aki, akinek a filmjei azok nagyon-nagyon különlegesek, senkivel össze nem téveszthetőek. Almodóvár a női lélek nagy ismerője és nagy szerelmese. Igazából olyan mélyen ásta bele magát a női lélek rejtelmeibe, a női psziché sajátosságaiba, amennyire nők nem szokták. De valószínűleg ez egy homoszexuális férfi kell egyébként. Tehát, hogy ez sem egy nő nem jó, sem egy hetero férfi nem jó. Hetero férfit miért érdekelje ez a dolog, meg honnan is értsen hozzá, ő a nemi szervek tudora. Egy hetero nő pedig, hát hol lehet olyan értelmes, hogy képes legyen ezt így föltérképezni és átlátni. Na, és egy férfi ráadásul túlságosan himsovinista is ehhez, csak így próbálom illusztrálni, hogy ilyen módon lássa és láttassa a nőket. Ehhez, igen, ehhez Pedro Almodóvár kellett. Na most a Pedro Almodóvárral kapcsolatban az érdekes és az a különleges, hogy amennyi figyelmet ő szán a nőknek, amennyi figyelmet ő szán a női karaktereinek, és amekkora komplexitást ad ezeknek a női karaktereknek. Ahány rétegük van, 10 vagy 12 rétegük van, és olyan azok a nüanszok, az a viselkedésükben, az érzékenységükben, meg az érzékiségükben, és az egész lényüknek a finom kis rezdüléseiben az olyan csodálatos és szemedgyönyörködtető, és az egymással való kapcsolatuk olyan gyöngét, de mégis olyan intenzív, és akkor jönnek a férfiak, akiknek meg hát olyan szinten nincsenek megrajzolva, meg olyan szinten vannak elnagyolva, mint hogy a zsírplétával rajzolta volna őket az Almodóvár. Tehát őnekik viszont egy rétegük sincsen. Igen, kivéve azon férfiakat, akik nőnek öltöznek. Igen, nőnek öltöznek, transzvesziták lesznek, mert ők felismerik, hogy az ember célja, a homo sapiens célja valójában a nővé válás. És ha ők nővé válnak, akkor már bizony érdemesek Pedro Almodóvár figyelmére is, így a nézők figyelmére is. Így válnak komplexebbé, így válnak elmélyültebbé, nem egyfajta állódákójú bunkók, akik szeretnék elélvezni a verjem típusú lények, hanem az a finomság, az kibomlik bennük, ami hát tudjuk, hogy a nők sajátja. Na hát az Almodóvár ennek a sztereotípiává feszítésénél semmihez sem ért jobban, sőt, talán semmi máshoz sem ért. Minden esetre az Almodóvár abban nagyszerű, hogy a hősei mindig a mocsokban dagonyáznak, és mindig valahol van egy rétegük, van egy szintjük, természetesen nőkről van szó, ahol fölé tudnak ennek az egésznek emelkedni, ahol egy magasabb szinten tudnak létezni. Mindig egy szubkultúrát ábrázol extrém és groteszk szereplőkkel, mert a film ajánlója is felvezeti a nőnek a négy szintjét, vagy négyféle típusát, az anya, a színésznő, a szent és a bűnös. A film első jelenetében van ugyan egy férfi, de őt hamar kivezeti drasztikus módon a történetből, hogy aztán átadódjék a terep a nőknek a kapcsolatuk bonyolultságának kibontására. Egy olyan nőről, Manueláról szól ez a történet, a Mindent anyámról című filmnek a története, amelyet ajánlunk a figyelmetekbe, aki elveszíti a fiát. Ennél nagyobb tragédia egy embert nem érhet az életben. Azt gondolom, hogy, és most direkt nem azt mondtam, hogy egy nőt, egy embert nem érhet az életben, mint ha egy anya elveszíti az egyetlen fiát. Én azt gondolom, hogy ez a, tehát ennél súlyosabbat én nem tudok elképzelni. És ennek a nőnek a visszaútja az életbe, ennek a nőnek a visszatalálása az élethez, hogy új célokat tudjon találni, és ezt kizárólag abban lehet képes egy ilyen nő megtalálni, mint Manuela, hogyha magát tárgyá tudja formálni, vagy eszközzé tudja formálni, valamit szolgálni tud. Tehát, hogy ő, és ennek a története az Almodóvárnak a Mindent anyámról című filmje, ami az Almodóvár számára a legnagyobb elismerést hozta valamennyi filmje közül, szerintem egyébként nem a legjobb filmje, bár egy nagyon jó filmje. Én azt gondolom, hogy az Eleven Hús a legjobb filmje, mert ott férfi karakterek is vannak, tehát vannak férfiak és nők, tehát nem kizárólag nők. Tehát ahhoz is ért Almodóvár ezek szerint. Igen, előfordul, amikor hajlandó tenni gesztusokat, hogy mintha az emberi faj két különböző nemből állna. A Mindent anyámról című filmnek nincsenek férfi szereplői, kizárólag női, illetve transzvesztita szereplői vannak.
ennek itt a nők az alanyok és a férfiak a tárgyak. A férfiak azok, akik, hát azt lehet mondani, hogy biodíszletek. Leginkább. Más funkciójuk nincsen, mint hogy ezeket a nőket teherbe ejtsék, esetleg écessé tegyék, vagy HIV pozitívvá tegyék, és aztán ezeknek a nőknek ezekkel az átkokkal és áldásokkal, mint gyerekek, illetve vírusok, ezekkel valamit kezdeniük kelljen az életben. Minden esetre ez a nő, mielőtt elveszíteni a fiát, az utolsó beszélgetése a fiával nagyon megrendítő, és előlegzi a filmnek a történéseit. Figyelj, és ha nem jön ki? Várj már kicsit. Ma van a szülinapom. Nina Cruz-tól meghatottál, ugye? Nem, tőle nem. Stellától. 20 évvel ezelőtt a falunkban előadtuk a Vágy villamosának egy verzióját. Én voltam Stella. Az apád volt Kovászki. Egyszer mindent el kell mesélned apámról. Nem elégszem meg azzal, hogy születésem előtt meghalt. Nem könnyű elmesélni. Sejtem. Különben elmesélted volna. Majdnem ezt kértem tőled születésnapomra. Nem hiszem, hogy jó ajándék volna. Tévedsz. Szebbet nem is adhatnál. Akkor az egészet elmesélem, amint hazaérünk. Erre a beszélgetésre már nem fog sor kerülni. Mert a fiút elüti egy autó, és az anya magára marad, és ebben a helyzetben, ebben a gyászban, ebben a leírhatatlan fájdalomban, amit mi hát így nem tudunk elképzelni, és adjunk ezért hálát a mindenhatónak, ebben kell magával valamit kezdeni. Csodálatos, ahogy játszik az érzelmeinkkel Almodóvár, ugye ő gyakran vádolják azzal, hogy a brazil szappanoperákhoz hasonlóan ilyen édesbús, habos, gicses történeteket gyárt. Az egyik pillanatban sírunk a tragédián, a másik pillanatban pedig taknyunk nyálunk összefolyik a röhögéstől. És az a millió is érdekes, amiben helyezi ezt az egész történetet. Első ráfordulással talán felháborodnánk ezen a sok fura alakon, a társadalom peremén, a lehető legkülönbözőbb bűnök szövevényébe bonyolódva. Ugyanakkor a rendező, ahogy rájuk tekint, az valamiképpen Jézusi. Nem a bűnt veszi észre ezekben az emberekben, hanem az esendő embert pillantja meg benne. Mert hogy a bűn az csak a közeg. Olyanok, mint Mózes, aki száraz lábbal kelt át a vörös tengeren. A bűn, igen, a mocsok, az a közeg, ami övezi ezeket a nőket, ezeket az asszonyokat, rájuk tapad a mocska, de nem válik a lényükké. A lényüknek a magva az érintetlen és tiszta marad ettől. Mint egy fölé bírnak emelkedni a mocsoknak, ami az a közeg, amiben őnekik létezniük kell. A szenvedélyeik elhajlítják őket, de az empátiának, a szeretetnek, az áldozatvállalásnak, a kölcsönös odaszánásnak, az érzelmi odaszánásnak, egymásnak való, önfelett megvallásának a képességét, azt nem veszítik el soha egy pillanatig sem. 17 évvel ezelőtt ugyanezt az utat tettem meg, de fordítva. Barcelonából Madridba. Akkor is menekültem. De nem voltam egyedül. Esteban a hasamban volt. Akkor az apjától menekültem. Most pedig őt keresem. A Mindent anyámról című film esetében a spanyol film történetének legtöbbet díjazott alkotásáról beszélünk. Oscar díj mellett, a Golden Globe díj mellett a Cannes filmfesztivál díjat is megkapta. Tehát itt azt lehet mondani, hogy ez a film ez minden fronton aratott, minden téren. Igen, bár ez betudható nyilván ennek a divatos témának is, vagy ez ilyen fölemelkedő témának. Megmaradjunk annyiban, hogy az Almodóvár addigra már annyi filmet csinált, és annyira nagyon termékeny. Megérdemelte, beszélünk, ideje hogy már érett ez, már is, akkor mindig egyszerre szokták rázúdítani egy rendezőre. Van számos filmje, amiért ugyanígy megkaphatta volna, és ugyanilyen jogos lett volna. De azt gondolom, hogyha a Beszélj hozzá című filmért kapja meg, de azt gondolom, hogyha akár az Eleve hús, nekem az Eleve hús a kedvence, nem tudom, ez egyszerűen az a legjobb filmje. Na, azért kapja meg, akkor is
az legalább ennyire jogos lett volna. A Mindent anyámról is egy kiváló film, igen. Igen, de Woody Allenhez hasonlóan ő is a rendező, akinek minden filmje ugyanolyan, egy kicsit, tehát egy valamit nagyon megragadott ebből a szubkultúrából, és ezt nagyon szórakoztatóan, ugyanakkor könyvfakasztóan tudja előadni. Ő nagyon, nagyon az érzelmekben, meg nagyon a privát szférában van. Ő a társadalmi vonatkozásokra még utalásszerűen sem megy rá. Ő mindig privátban van, mindig személyesben van. Mindig a személyes szférába ereszkedik le a kamera. Soha nincsen szerepe annak, hogy ki milyen szociális környezetben, vagy honnan hová tart, ezek csak körülveszik a hősöket. Na jó, de azáltal, hogy egy szubkultúrát fölvillant, még pedig egy olyan szubkultúrát, ahol 99%-unk nem járt, és nem is fog járni talán soha, azáltal a szemünket is kinyitja. De könyörgöm, arra. Ez az Almodóvárnak a szubkultúrája, azért ezt mutatja meg, mert ezt ismeri, és az Almodóvár elég intelligens ahhoz, hogy tudja, hogy hiteles filmet arról a világról tudsz forgatni, amit is mersz, amiben te jelen vagy, amiben te otthonosan mozogsz, ott fogod tudni, hogy hol a hazugság és az igazság határa, hogy hol léped át azt a vonalat, ahol már a hitelesség rovására megy a mozizás. Ez az, igen, ő szubkultúrája, ez az ő világa, ezért ebben a világban zajlik ez a dolog, de igazán nincs kihatással a hősöknek a történet. Én állítom, hogyha az Almodóvár nem ez lenne a szexuális beállítottsága, ami, akkor ezeknek a hősöknek a többsége az nem lenne transzi, nem lenne ennyi női imitátor a filmjeiben, sőt, hát lehet, hogy az Almodóvár maga sem lenne egy ennyire érzékeny rendező. Igen, de aki szociális érzékenységgel tekinti ezt a világot, annak azért fölvillantja, hogy volna itt tennivaló a szociális munkásoknak, illetve apácáknak, mint ahogy ebben a filmben is előtűnik egy apáca, a nő, mint szent, akiről aztán kerül, hogy mégsem olyan szent. Nagyon-nagyon kiváló észrevétel az SMS falon. Erős a párhuzam Tennessee Williams vágyvillamosával. A vágyvillamosa, meg ez a film, a Mindent anyámról című film, átszövi egymást. A vágyvillamosa az a színdarab, amely a filmben számos alkalommal a színházban lemegy. Igen. És valahogy megoldást kínál több szereplőnek több értelemben ez a darab. De hát meg egy az egybe szereplők a Tennessee Williams vágyvillamosából, illetve a Louis Buñuel Mindent anyámról filmjéből megfeleltethetőek egymásnak. És Almodóvár. Ezek a karakterek, amelyek a Tennessee Williamsnél, illetve a Pedro Almodóvárnál felvetődnek, ezek mint egy tovább gondolása ez a film a vágyvillamosának. Az érzelmi kiszolgáltatottságról szól. Arról, hát valami nagyon hasonlóról, amiről a Buñuelnek a filmje szól, a Napszépe. Hogy nem lehet racionalizálni az érzelmeket, hogy nem lehet felelős módon dönteni érzelmek dolgában. És ezeknek a nőknek, akik a mi hősnőink, ezeknek mind félrecsúszik az élete. Egy rejtélyes férfi miatt, akiből nő lett, és akinek ők nem tudtak ellenállni, és aki a kárhozatba rántotta őket magával, pontosan ugyanúgy, mint a Tennessee Williams darabban. Tehát mondom, a karakterek feleltethetőek meg egymásnak egy az egyben. És a megoldás az továbbra sincs. A megoldás az az, hogy zajlik itt tovább az élet a földön. Így van, az élet megy tovább, újabb Estebanok születnek. Igen, 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 a régiek helyére, mert hogy folytatni kell, mert nincs, ennek nincs alternatívája. Az apját meg ne említsd. Mi bajod van vele? Lola a legrosszabb férfi, és a legrosszabb nő. Elmondok egy mesét. Egy barátnőm nagyon fiatalon ment férjhez. Egy év múlva a férj Párizsba ment, és megígérte, hogy ha lesz munkája, szól a lánynak. Eltelt 2 év. A férj összegyűjtött egy kis pénzt, és visszajött Barcelonába. Itt találkoztak. 2 év nem nagy idő. De a férfi megváltozott. Már nem szerette. Inkább fizikai változás volt. Ágyugójú nagyságú dudái lettek. Értem. A barátnőm fiatal lány volt. Távol a szülőhazájától. Nem volt senkije. Eltekintve a hatalmas dudáktól nem is változott sokat, így hát a végén elfogadta. Mi nők
Bármire képesek vagyunk, csak ne legyünk magányosak. Mi nők toleránsabbak vagyunk. És ez így van jól. Seggfejek vagyunk. Meg egy kicsit leszbikusak. És most jön a történet vége. A barátnőm meg a csöcsös úr nyitottak egy bárt itt szemben. A Barcelonetán. Míg az űrge mikroszkópikus aranylamé bikiniben páváskodott, és boldog-boldogtalannal baszhatta szét magát, hisztériás rohamokat kapott, ha a lány minit vett fel. A hülye faszkalap. Hogy lehet valaki hímsoviniszta ilyen csöcsökkel? Amikor megismétlődik újra meg újra minden a filmben, és valami borzasztó tragédia történik újra, mert a rossz szellem újra lecsap, akkor azt gondoljuk, hogy a pokol erői azok újra újra győzedelmeskednek. És nem, mert ahol a szükség, ott a segítség, és ahol a kárhozat, ott a megváltás. És a történet bizonyos szereplőinek a tragédiája egy új esély, egy új lehetőség a történet más szereplői számára. És mégis annyira optimista. Annyi tragédia történik ebben a filmben, és olyan borzalmas dolgok, olyan rettenetes kiszolgáltatottság, olyan érzelmi kényszerpályákon vannak a hőseink, és ennek ellenére mégis azt lehet mondani, hogy optimista, és azt lehet mondani, hogy pozitív, és azt lehet mondani, hogy felfelé ívelő a történetnek a sodra. Ami meg ezt a kijelentését illeti a hősnőnknek, Manuelának, hogy kicsit leszbikusak vagyunk mi nők. Hát ez mennyire így van. Osztálykiránduláson, hogyha jártatok, kedves hallgatók, annak idején lányok egymás ölébe hajtott fejjel a buszon, ti, kedves férfi hallgatók, mikor hajtottátok a gimnáziumi osztálykiránduláson a egyéb fiú haverjaitoknak az ölébe a fejeteket? A görög demokráciában. És a filozófusok osztálykirándulásra mentek. Igen, jó, azt gondolom, ebben a világban a nők azok látens leszbikusok. És ebben semmi rossz nincsen, nem muszáj azzal a látenciával élni, persze lehet. A férfiak esetében valami nagyon másról beszélünk, és hogy ennek genetikai okai, vagy társadalmi okai vannak elsősorban, arra az idő szűkössége okán talán most ne is térjünk ki, de hogy a nők látens leszbikusok manapság, itt nyugaton, hát az én számomra legalábbis egyértelmű. Az a férfiakról sokkal kevésbé mondható el, hogy látás homoszexuálisok lennének. Ez egy fontos jó tanács a nézőknek, hogy akik begyöpösödött fundamentalisták, azok vagy ne nézzék meg a filmet, vagy pedig próbálják zárójelezni az előítéleteiket, és ha ez sikerül nekik, akkor igazán élvezhetővé válik a film. Igen, igen, a szexuális türelmet azt próbára teszi ez a film, már hogyha valakinek ezzel gondjai vannak. Akaratukon kívüli okok miatt két színésznőnk, akik minden nap sikert aratnak ezen a színpadon, ma nem lehetnek velünk, szegénykéim. Ezért az előadás elmarad. Aki akarja, a bejáratnál visszakapja a pénzét. De akinek nincs jobb dolga, és ha már úgyis eljött, és itt ül a színházban, annak kár lenne elmennie. Ha maradtok, ígérem, hogy jól fogtok szórakozni az életem történetén. Viszlát, nagyon sajnálom. Ha unnátok, megengedem, hogy így horkoljatok. Megértem a célzást, és egyáltalán nem sértődöm meg rajta, de tényleg? La Agrádónak hívnak, mert egész életemben arra törekedtem, hogy a mások életét kellemessé tegyem. De amilyen kellemes vagyok, olyan eredeti is. Nézzétek ezt a testet. Méretre készült. Mandula szemek? 80 000. Orr, 200 000, amit akár a kukába is dobhattam volna, mert egy maflás után ilyen lett. Remek profit kölcsönöz, de ha tudtam volna, nem költök rá egy vagyont. Folytatom. Cici, 2, de csak mert nem vagyok gnóm. 70 000 darabja. De ezeket már leamortizáltam. Szilikon az... Na hol? Ajkakban, a homlokban, az arcsontban, a csípőben, a farban. Literje kb. 100 000, de ha kiszámoljátok, tessék, nekem már nem megy. Állkapocsfaragás 75 000. Teljes lézeres szőrtelenítés, mert ugye a nő is a majomtól származik, akárcsak a férfi. 60 000 területenként, attól függen, mennyire vagy szőrmók. Általában 2-4 területen. De ha flamenco díva vagy, a szorzó nagyobb is lehet. Nos, hát ahogy láttátok is, irdatlan sokba kerül igazinak lenni. És az ember nem lehet sóher, mert annál inkább vagy valódi önmagad, minél közelebb jársz ahhoz, aminek álmodtad magad. Nagyon jó.
azokról a spanyol filmekről, amelyeket a négy legkiválóbb spanyol filmrendező készített, olyan rendezők, mint Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, vagy Luis Buñuel, vagy Guillermo del Toro, akiről majd a következő fél órában lesz szó. Az Almodóvárnak a filmje a Mindent anyámról című, ami szerintem egy 8-as a 10-es skálán. Nem tudom, hogy te hogy értékeled, kedves Szabolcs. Szerintem kicsit túl sok mellékszereplőt mozgat, és túl sok melléktörténetet, és nem tudok meg mindent az édesanyjáról, úgyhogy 7,2. Az biztos, hogy ez a film, ez elsősorban nőkről, nem mondom, hogy csak nőknek, de elsősorban nőkről és nők kapcsán fogalmaz meg állításokat, olyan nőkről, akik igazán nőnek születtek, olyan nőkről, akik anyának születtek, és olyan nő férfiakról, akik nőnek születtek. Amikor az imént a kedves hallgató füle hallatára az Agrado nevű karakter, akit Antonia San Juan játszik, ami azért érdekes, mert az egy nő, ez a név, hogy Antonia, tehát feltételezhetően nem egy férfi játsza, hanem egy transvestita játsza. Igen, igen, ennek magát utána néztem a Wikipédián. És jól következtettem a nevéből, hogy női neve van a láthatóan transvestita, vagy hát férfinak, mert ez lehetett volna egy férfi színész, aki eljátszik egy transvestitát, tehát ebben az esetben egy transvestitával játszotta el a karaktert Almodóvár. Szóval amit hallhattatok a kis bejátszásunkban, akkor arról beszél, hogy ő valódi. És ahhoz, hogy valódi legyen, ahhoz mennyi műanyagot kellett magába építenie, és mennyi szilikont, meg mennyi szőrtelenítést, meg mennyi egyéb beavatkozást kellett elszenvednie, különböző plasztikai műtéteket. Mi a valódiság? Mi az igaziság? Hát ez a fontos kérdés. Egy olyas valakinek az esetében, akinek a teste nem felel meg az identitásának. Tehát megszületik valaki egy női pszichével, egy férfi testben. Mihez kell igazodni? Mi a zsinórmérték? A test, vagy a szellem, vagy lélek, vagy a belső természetünk? És hát itt az Almodóvár, meg a hőse egyértelműen teszi le a voksát amellett, hogy igenis azzal kell azonosnak lennünk, aki odabent vagyunk, nem azzal, akinek odakint látszunk. És ezzel az állítással nem is nagyon tudnék vitatkozni, hogy őszinte legyek. De Mindent anyámról az valóban egy kiváló film, és az Almodóvár filmek közül az egyik legjobb, és egyértelműen a legnépszerűbb. Úgyhogy maximálisan ajánlott film. És akkor beszéljünk arról a filmről, amely szerintünk a négy legjobb spanyol filmrendező egyikének, Guillermo del Torónak a filmje, az Ördög gerinc című filmről. Ez az a rendező, aki az egészen kiváló Faun labirintusa című filmet is rendezte. Hasonló filmek ezek. Az ő nagyon nagy tudománya az, hogy a cselekményt folyamatosan két síkon vezeti, és ez a két sík aztán hat egymásra, átszövi egymást, de mégis mintegy egymással párhuzamosan tart két végkifejlet felé. Az is összeköti az előző filmmel, hogy Pedro Almodóvar lett a film producere, miután megtekintette Toro legelső filmjét, a Kronoszt. Rögtön lecsapott láthatlanba, hogy a következő filmjét ő kívánja produkálni. Aztán az valami Pokolfajzat című borzalmas filmek sorozatával tette a nevét egyre és egyre értéktelenebbé ez a kiváló rendező. Úgy tűnik, hogy ő Hollywoodban egy sztár rendező akar lenni, amellett, hogy Spanyolországban egy kult rendező. Nem tudom, hogy miért van szükség neki még egy énre, vagy még egy identitásra, vagy még egy karrierre, vagy nem, tehát nem látom be. Lehetséges, hogy egy olyan karakter készül itt Guillermo del Toro képében, mint amilyen Orson Welles volt, aki mindig rendezett Hollywoodban valami szemetet, vagy eljátszott esetleg Hollywoodban valami szemetet, hogy abból azzal keressen annyi pénzt, hogy hát jöhessen Európába és gyártasson valami legendát. Aztán arra elment a pénz, megint kiment Hollywoodba valami mocskot gyártani, ha visszajött. Tehát ez a kis ingázás az Atlanti-óceán felett, amely sokunk örömére, megint mások gazdagodására szolgált. Na jó, de ez ott megkeresett pénzzel megcsinálhatja igazi filmét itt. Szabadságot kell vásárolni a kreativitás mellé. Nos. Ez a rendező kedvenc filmje egyébként a saját bevallása szerint. A saját filmjei közül? Igen, így van. Lehet, hogy az összes film közül, de minden esetre a saját filmjei közül azt mondta. 16 évig dédelgette ezt a filmtervet. Egy interjújában elárulja, és a Faun labirintusával testvérfilmnek írja le, hát ahol a Faun a női, nővér, és ez pedig a férfi
a testvér kapcsolatban a fivér. A fauna női, és ez pedig a férfi, hiszen itt egy kis kölyök, ott pedig egy kislány történetét meséli el. Így van, igen. A rendező. Ifjúsági film? Igen és nem. Egy kisgyerek szemszögéből. Csak annyira, mint a Legyek ura. Ami ihlet egyébként, van több párhuzam is benne. Igen, de ez mégis, ez azért szerintem, hát igen, talán úgy, mint a Legyek ura, igen, ez borzasztó. Hát magukra szóval... hagyatva vannak kincsőrzésére. Igen. Itt viszont egy ellenséges világban vannak. Tehát hogy ott egy paradicsomban vannak, amiből lehet pokol is, hogyha ők úgy diszponálnak a rájuk bízott javakkal. És úgy diszponálnak. Itt viszont a pokolba számüzetnek a kisgyerekek. Tehát kicsi gyerekekkel ilyen horror még nem történt meg soha, mint Guillermo del Torónál. Talán senki nem is merészelt kisgyerekeket ilyen traumáknak kitenni, mint ami ennek az Ördöggerinc vagy a Faun Labirintus a című filmben kiteszik a hősöket, itt Carlost, aki egy tündéri kisrác, és hát egy egész kis árvaház az, ami a történet középpontjában áll. Igazából ez az árvaház ez nagyon beakadt a Guillermo del Torónak, tekintettel arra, hogy később írt egy árvaházas sztorit, még egy árvaházas sztorit, az Árvaház című film, furcsa nem? És annak a filmnek aztán nem is ő lett már a rendezője, hanem csak megelégedett azzal, hogy írója is. Igen, meg az előzménye is. Van egy Carlos Jiménez nevű képregény alkotó, aki szintén spanyol árvázakban játszódó képregényeket csinál, és ő ihlette az egyik kisfiú alakját itt. Annak a kisfiúnak, aki maga is rajzolgat, illetve aki ellopja a főhős képregényét, és Carlos Jiménez részt vett a film látvány tervezésében is. Pokolfajzat, nem ördögfajzat, hadd kérjek rögtön elnézést mindazoktól, akik félreértették, tehát a pokolfajzatot... A pokolfajzattal is van összefüggés, mert ott is föltűnik egy pillanatra ez az ördöggerinces magzat, aha, mint ebben a filmben, sőt, egy pici rövid jelenet erejéig az itt főszereplő két kisfiú is, mint szabadságharcosok láthatók a pokolfajzatban. Hát a pokolfajzat annyira gagyi, hogy elképesztő. Hát ott képzeljétek el, hogy az ördög visszatér, mint Arnold Schwarzenegger, és egy ilyen akcióhős. Tehát, hogy ilyen... és a CIA-nek dolgozik, vagy valami ilyesmi? Tehát a sátán, de konkrétan, tehát a pokol nagyura visszatér, és ilyen géppuskával legyakja a terroristákat, meg nem, tehát ilyen nagyon-nagyon szörnyű. Tehát, ilyen, de annyira méltatlan. Tehát, méltatlan. De nem? Rettenetes. Biztos kérdés. Mondom, valamelyik amerikai kormányügynökségnek a legjobb ügynöke lesz. Konkrétan a sátán. Tehát ezt képzeld el. De jó helyre megy a pénz, mert lehet újabb spanyol filmet forgatni belőle. Biztos kíváncsiak vagytok, mi ez az ördöggerinc, ez magyarul nyitott gerinc, ez egy súlyos neurológiai elváltozás, és metaforává terebélyesedik ebben a művben. Látunk ördöggerinces magzatokat, akik rumban áznak. Jaj, de nyomasztó, és akkor ott piálják a rumot. A rumot el is fogyasztja a falu apraja nagyja, illetve nyomasztó. Maga az egyik főszereplő professzor. Hiszen gyógyítja az impotenciát. Az a lényeg, hogy zajlik párhuzamosan egy mese, és zajlik párhuzamosan a valóság. És aki meg tudja mondani, hogy a kettő közül Guillermo del Torónál melyik a nyomasztóbb, az ő filmjeiben melyik a nyomasztóbb? A mese valósága, ami egy rémmese, vagy a valóságnak a síkja, ami pedig egy rémvalóság, egy rettenet borzalom valóság. Hát akkor az írjon nekünk a 0629986986-os SMS számunkra. Mi is valójában egy szellem? Egy tragikus esemény, mely arra van károsztatva, hogy újra és újra megismétlődjék. Vagy talán egy pillanatnyi fájdalom. Egy halott, amely néhány percig még élőnek tűnik. Egy érzelem, amely fennmarad az időben. Mint egy elmosódott fénykép. Mint egy borostyánban raboskodó bogár. Az a lényeges különbség a
az Ördöggerinc, valamint a Faun labirintusa című filmek között, hogy a Faun labirintusában még kristályabbra csiszolta ezt a koncepciót a rendező. Itt még a mesének, a rémtörténetnek a síkja, a kísértett sztorinak a síkja, az sokkal szervesebben ágyazódik be a valóságban zajló borzalmaknak a cselekmény fonalába, és aztán végül egy közös végkifejlete lesz a kettőnek. A Faun labirintus az azért még különlegesebb, vagy egy még kiforrottabb, kiérleltebb darab, mert ott ez a két sík végig párhuzamos lesz egymással, és két végkifejletet kapunk. Tehát ott, és mind a kettő, mind a két cselekménye rettenetes és borzalmas, és végül két happy enddel zárul, de keserves happy enddel zárul. Tehát ilyen szomorú happy endet, mint amilyenek a Guillermo del Toro-nak a filmjeiben előfordulnak, hát itt gyerekek, kicsi, nem tudom én, 6 éves, meg 7 éves, meg 9 éves kis gyerekeket nézünk, ahogy meghalnak, meg megnyomorodnak. Olyan nyomasztó, hogy rettenet. Ilyet kis gyerekekkel a filmvásznon nem is nagyon merészel egyetlen rendező semmivel. Ezeket a kísértett filmeket szeretem, ahol nem kell hinni a kísértetekben. Tehát van ugyan kísértet a történetben, de anélkül is, ha valaki nem hisz a kísértetekben, anélkül is tökéletesen és kereken működik a történet. Talán egy kivétel eltekintve van egy kinyíló ajtó ebben a sztoriban, ami kísértet nélkül megmagyarázatlan marad. De leesnek ott az ollók. Emlékszünk? Hadd essenek, fújt a szél. Ja, persze. Szóval itt a spirituális síknak nincs akkora jelentősége, mint a Faun labirintus. Az élők úgyis mindig veszélyesebbek, mint a halottak. És ez a rohadt nyomasztó következtetés, hogy a pokol az itt van, ezen a fizikai síkon van a pokol igazából, azoknak a rémmeséknek a démonjai a közelébe nem jönnek. Annak a gonoszságnak, annak a földi gonoszságnak, amely itt les körülöttünk. Carlos, elárulod, kivel voltál az este? Nem fog elárulni minket. Látod, milyen kevés felnőtt jut egy gyereknek, addig sokan. Be fog kötni minket. Majd meglátjátok. Érted, amit mondok? Akkor utoljára kérdem. Ki volt veled tegnap este? Egyedül voltam. Ez a fiú nem fog beszélni. Ha meg akarjuk tudni, ki volt a bűntársa. Mikor eszünk már? Mondd, mi van reggelire? Friss tej, meg egy kis kenyér. Tökéletes. Jól van. Lássatok neki. Carlos? Azt hiszik, beköpte őket, de nem törődnek vele. Majd éhen haltak. Nézd, hogy falnak. Aki felemeli a fejét a tányérról, az volt a bűntársa. Marcos, Galvez, Jaime és Bagoly, ide hozzám! Tudtam, hogy nem árulkodsz majd. Casares doktor behúzott a csőbe. Nem miattad kaptunk büntetést. Casares doktor nagyon okos, de még milyen okos. Vigyázz! Óvatosan, Bagoly! Na de Carmen! Krisztus az udvaron, keresztelő Szent János meg itt. Ilyen sötét a helyzet. Az új Spanyolország katolikus és apostoli. Egy igazán tündéri film ezekkel a kisgyerekekkel. Egy borzasztóan aranyos film, hogy elkezdesz hozzájuk kötődni, nem cuki kisgyerekek, aztán az egyiknek így leszakad a fél teste. A másiknak meg így betörik a feje, és ott marad holtan. Olyan borzalmak fognak történni velük, amikre hát egyszerűen így, úgyhogy sokszor azt érzi az ember, hogy nincsen joga a rendezőnek ehhez. Még nem említettük, hogy a spanyol polgárháború ideje játszódik 1939-ben. És a háborútól várjuk a borzalmakat. És kiderül, hogy a háború ott van, ahol a békét sejtettük, ott van az írmagva a háborúnak, az emberi kapzsiságnak, az emberi érzéketlenségnek, kegyetlenségnek, képmutatásnak, hazugságnak és az emberi aljasságnak a valóságában, ami a hétköznapokat áthatja.
Hogy ott lesz rájuk a borzalom, és hogy úgy lesz háború, hogy soha semmilyen bomba nem robban föl, semmilyen megszálló csapatok, fasiszták nem érkeznek sehonnan. Végig ettől rettegünk, hogy majd jön a háború borzalom. Mert azért van egy kivégzéses jelenet. Igen, az elég nyomasztó. Az elején. De nincsen, a dramaturgiai jelentősége nincsen. Ez így van. A Robi most az egyetemes jelentőségéről beszél, de a spanyolok, illetve a spanyol szakos hallgatók úgy is olvashatják, mint a frankoista diktatúra, fasiszta diktatúrának az allegóriáját. Erre most nem térnék ki, hogy nem fejteném föl, de megvan benne ez a vonal is. A Jacintónak a karakterében? Hát persze, hát ahogy vívják harcukat, köztársaságiak. De hát ő csak egy kis szemétláda, aki kapzsi és az aranyat akarja minden áron. Miért lenne? De hol akarja az aranyat? Egy árvaházban, ahová a köztársaságiak, elhunyt köztársaságiak gyerekei kerülnek. De hát könyörgöm, ott nevelkedett ő is. Hát ő is egy ilyen gyerek volt. Egy ugyanilyen árvaházban nevelkedett, csak aztán ott maradt kisegíteni, meg alája vágni a féllábú főnök. Így van, tehát azt hinnénk, hogy ez egy köztársasági fészek, ahol biztonságban lehet az ember, pont így, ahogy mondtad, és itt van maga a fasizmus. Hát az ideológiai értelemben alig, ha a fasizmust az emberi aljassággal, az emberi gonoszsággal, az eredendő emberi rosszal azonosítjuk. És miért ne tennénk? akkor igazad van. Carlos, hadd nézegessük egy kicsit a képregényet. De szép gyűrű. Ez egy szivargyűrű, még 4 éve találtam. Nagyon szép. Figyelj, Carlos. Cseréljük el. Odaadom. Értem a mesztelen nőt. Jó rajz, olyan, mint egy fénykép. Micsoda nő? Ki rajzolta? Rossz a puncia. Fordítva van. Így olyan, mint egy száj. Miért tudjátok ti azt, pupákok? Megkapod a függéssütim. Kicsit szétlefúz, mert a matrac alatt volt, de azért finom. Nem, a képregényem kell. Add vissza. Na jó. Majd később odaadom. A szekrényemben van. Rendben. Nagyon jól rajzolsz. Nagykoromban képregényeket rajzolok majd. Olyat, mint az enyém. Nem, sokkal jobbakat. Több verekedéssel, meg elásott kincsel. És lesznek nagy hajók is, sok-sok ágyúval. Undorítóak ezek a csigák. Mi tehetnek? Csss! Hallottátok? Valaki sóhajtott. Nem hallottam semmit. Én is hallottam. Van itt egy szellem. Aznap, mikor leesett a bomba, eltűnt egy gyerek, Santi. Azóta senki sem ér Jaimeval. A te ágyadban aludt, a 12-esben. Hallgass már, most én mesélek! A tanárok szerint, mikor bevágott a bomba, Santi ilyetében elszökött. Talán odakint rátaláltak a pásztorok, és életben van. Vagy valami hasfelmetsző lecsapolta a vérét. Igen. Eladják a gazdagoknak, hogy kigyógyuljanak a tüdővészből. És hol van a szellem? A bombával érkezett. Legjobb lesz, ha tőle kérdezed. Egyik nagyon érdekes és fontos sajátossága a Guillermo del Toro kísértett históriáinak, illetve mesevilágainak, hogy a halottak világa, vagy a kísértetek világa, vagy a mesék világa, az sokkal, de sokkal közelebb áll a valósághoz, mint azt képzelnénk, és a gyermeki fantázia, illetve a gyermeki lélek képlékenysége, még nem a valóság dogmáiba való belemerevedettsége az, ami képezi a hidat e között, a két világ között. És ami a másik érdekes és nagyon fontos szempont, hogy nem ellenséges világok, nem ellenséges törzsek. A képzelet, a szellemvilág, akár a szónak a valós értelmében a mi szellemi világunk, amely a fejünkben játszódik, akár a szónak a spirituálisabb vagy elvontabb értelmében, a szellemek világa, amelyben a holtak a túlsó szférában élnek, hogy ezek nem ellenséges törzsek, hanem egymást kiegészítő világok, nem pedig egymással konkuráló világok, hogy ezek segíteni tudják egymást, támogatni tudják egymást, át tudnak hatni egymásra, mind az Ördöggerinc című filmben, mind a Faun labirintusa című filmben. Igen,
kísértetek nem csak kísértenek, hanem akár még a segítségünkre is siethetnek. Még az sem világos egyébként a film végére, hogy ki is voltak éppen a kísérlet, vagy esetleg akiről nem gondolnánk, az is kísértet. A pontozás maradt hátra. Részemről ez egy remek műfaj keveredés ez a film. Háborús film, horrorfilm, a Hitchcocki hagyományokat tiszteletben tartó gótikus kísértetmese, fantasy, thriller, úgyhogy ez egy stabil 8 pont. Nálam ez a film egy 7-es, talán 7,5. Én magam a Faun labirintusára esküszöm, de ez nem jelenti azt, hogy az Ördögeliszt lenne egy nagyon jó film. Nagyon köszönjük, kedves hallgatók, a figyelmeteket. Ez a mai adás a 4 valaha volt legjobb spanyol rendezőnek a filmművészete előtti tisztelgés jegyében zajlott. Nagyon ajánljuk a ti számotokra ezeket a filmeket. A Mindent anyámról című filmet, a Napszépe című filmet, a Nyisd ki a szemed című filmet, valamint az Ördöggerinc című filmet. Ezt a 4 filmet, amelyet a ti figyelmetekbe óhajtottunk utalni az elmúlt 2 óra során. Nagypál Szabolcs kollégámmal, én pedig Puzsér Robert voltam itt a 98.6-os frekvencián. A jó hírem az az, hogy mintegy 22 óra múlva újra itt leszünk az éterben, ugyanezen a frekvencián. Addig is hallgassatok Rádiókáfét, aztán holnap 3-tól 5-ig szokásunk szerint újra jelentkezünk. Jó filmnézést! Jó filmnézést kívánunk, sziasztok!